A Nemzeti Színházban rendezték február 21-én este a 170 éves a Magyar Honvédség programsorozat nyitó gáláját. Az ünnepi rendezvényen részt vett dr. Áder János köztársasági elnök, dr. Simicsko István honvédelmi miniszter és dr. Benkő Tibor vezérezredes honvéd vezérkarfőnök, több állami vezető és tisztségviselő, valamint a honvédelmi tárca és a Magyar Honvédség számos képviselője. Az államfő és a honvédelmi miniszter beszédét követően a vendégek a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Honvéd Férfi Karműsorát tekinthették meg.